Kedves másodikosok, újra köszöntelek benneteket. Sikeresen átvettük mind a 10 tulajdonságot, úgyhogy nem marad más hátra, mint hogy belevágjunk a gyakorlásba. A mai napra is készítettem pár feladatot, nagyon jó kis feladatot, amivel összefoglaljuk mindazt, amit tanultatok ebből a témakörből. Én szeretném kivetíteni az összes eddig tanult képletet, hogy az mindig szem előtt legyen, és akkor, ha kell, akkor mindig egy kicsit rá pislannunk, mert most még szabad ugye használnunk ezeket a képleteket, de ha majd annak idején, 2 év múlva eljön az érettségi, vagy felvételi, vagy valami hasonló jellegű ugye megmérettetés, számonkérés, akkor bizony azért mindezeket a képleteket számoljatok arra, hogy ezt meg kell tanulni. De hogy lehet a képleteket megtanulni? Hát kizárólag gyakorláson keresztül. Tehát egyik feladat a másik után, egyik a másik után. Mi ebben a kis rövid időben próbálunk minél többet besűríteni, de nagyon fontos, hogy azokat a házi feladatokat, amiket kaptok ma is tőlem, hogy otthon megpróbáljátok megcsinálni. Kezdjünk is hozzá, úgyhogy a füzetbe lehet írni a gyakorlás, és érkezzen az első feladat. Számítsd ki a következő számkifejezés értékét. Így hangzik: logaritmus 8 kettes alappal, mínusz 2 logaritmus 3 hatos alappal, mínusz logaritmus 4 hatos alappal. Na nézzük, hogy mit is tudnánk kezdeni. Ez egy ilyen kis könnyebb feladat, bemelegítésnek, hogy egy kicsit ráhangolódjunk a témakörre. Hát az első logaritmus az egy elég egyszerű logaritmus, az könnyen ki lehet számolni, úgyhogy szerintem rendezzük is el. Ugye úgy tanultátok az Angyal Andor tanár úrtól, hogy meg kell nézni, hogy a kettes milyen hatványra kell emelni, a 8-ast kapjunk, hát mindenki tudja, hogy 2 a harmadikon az 8, tehát kérem szépen, ennek a logaritmusnak az értéke nem más, mint 3. Na de mit csinálunk ezekkel a logaritmusokkal? Ugye, hát az látszik szépen, hogy hatosak az alapok, az mondjuk rá biztató, de hát csak akkor tudom őket összevonni, ugye, ha a logaritmus előtt nincs ez a kettes. Úgyhogy először is megcsináljuk azt, hogy ezt a kettest egy kicsit áthelyezzük másik helyre, hogy egy kicsit megfelelőbb helyen legyen. Úgyhogy már is írom, hogy ez nem más, mint logaritmus 3 a négyzeten hatos alappal. Ugye? A többit azt szerintem írjuk át változatlanul, és akkor most megnézzük a folytatásban, hogy tudok-e én ezekkel valamit csinálni. Mi egyáltalán a feladat? Hogy számoljuk ki az értékét. Tehát akkor jó lenne valamilyen valós számot kapni, ha csak lehet nem logaritmus formájában. Ugye? Hogyha nem lenne itt ez a mínusz, akkor eléggé jó helyzetben lennénk, mert tanultuk, ugye, hogy két logaritmus különbsége mit ad. Hát nézzük meg, hogy melyik képlet az, ahol ez szerepel. Hát ez a hatos képlet. Ugye ott van az, hogy két logaritmus különbsége az nem más, mint a numeruszok hányadosának a logaritmusa. Tehát a hatost azt jó lenne valahogyan alkalmazni, de hát ott az első logaritmus előtt, ott pozitív előjel van. Úgyhogy akkor valahogy meg kellene szabadulni ettől a mínusztól itt. Hát hogy tudok megszabadulni ettől a mínusztól? Hát megnézem, hogy mind a kettő negatív előjelű, tehát érdemes lenne kiemelni zárójel elé. Hát ha segít, akkor ez marad logaritmus, méghozzá hatos alapú. 3 a négyzeten, ha nem gond, azt azért kiszámolom. És akkor természetesen mindenki tudja, hogy itt plusz marad, itt pedig marad logaritmus 4 hatos alappal. Na ez már azért hasonlít valamire. Most ugyan két logaritmus összegét kaptuk, ezt is tanultátok a napokban, az pedig lesz az ötös, ugye? Az ötös képletünk. Méghozzá két logaritmust úgy tudok összeadni, hogy a numeruszokat össze kell szorozni. Úgyhogy nem marad más hátra, mint a két logaritmusból egyet csinálok, természetesen az alapok azok megmaradnak, vigyázzunk, tehát az alapokat nézem,
is egyformák kell, hogy legyenek, tehát a 6-os alap megmarad, itt pedig ugye kapok 9x4-et, amikor még az ember az elején van a témakörnek, és még csak épp, hogy gyakorolja, akkor kiírjuk, ugye 9x4, később már tudjuk, hogy az 36 nem kell ilyen részletesen írni. Tehát akkor már is írom, hogy logaritmus 36, 6-os alappal. Ezt még ki tudjuk számolni, igaz? Ennek a logaritmusnak az értékét ki tudjuk számolni. Méghozzá úgy, hogy megnézem, hogy a 6-ot mennyire kell emelni, hogy 36-ot kapjak, hát ezt mindenki tudja, ugye másodikra kell emelnem, tehát ennek a logaritmusnak az értéke 2, és innentől kezdve már is lovon vagyunk, a végeredmény az nem más, mint 1. Jó, én azt hiszem, hogy kellően bevelegettünk, és jöhet a következő feladat, kettes feladat, így hangzik. 25 a logaritmus 3-on 5-ös alappal. Na nézzük! Megint csak egy számot keresünk. Az a gond, hogy hatvány alap 25, a logaritmus alap pedig 5. Tehát nem tudom összehozni, vagy az 5-ösből csináljak 25-öt, vagy a 25-ből 5-öst, 5-ös alapú kifejezést, 5-ös alapú hatványt. Ugye? Hát én azt hiszem, hogy mindenki látja, hogy a 25-öt szépen tudom 5-ös alapú hatványként felírni. Hát a kitevő az marad, logaritmus 3 5-ös alappal. Hát ami a folytatásban jön, ugyebár hatvány hatványáról van szó, igaz? Ott tudjuk azt, hogy a kitevőket össze kell szorozni. Tehát akkor ez nem más, mint 5 a 2-szer logaritmus 3 5-ös alappal. A folytatásban ugyancsak az a történet van, ugyebár, hogy megkeressük a képletet. Ugye, logaritmus alapot tekintek, hatvány alapot tekintek, egyformák, csak az a gond, hogy itt kettesünk van. Ez a kettes, ez így elég jó bezavar, tehát a kettestől valamilyen úton, módon meg kell szabadulni. Most kerestem az előbb azt a képletet, ahol ez igen, az az első képlet. Annyi sok képletünk van, hogy hirtelen nem tudom, hogy hol van a sorban. Az első képlet az, ami nekem megfelel. De az első képletben, ha megnézzük, ott a logaritmus előtt egyes van, tehát nekem nagyon kell törekednem arra, hogy ettől a kettestől megszabaduljak. Hát de azt nagyon könnyedén meg tudom tenni, szépen beviszem ide a hármashoz, és már is megkapom, hogy 5 a logaritmus 3 a négyzeten 5-ös alappal, 3 a négyzeten mindenki tudja, hogy 9, tehát 5 a logaritmus 9-en 5-ös alappal, és gyönyörűen kialakult az első képlet, tehát ez valójában nem más, mint egy nagy 9-es. Na, érkezzen a következő feladat, a 3-as. Írjuk így, logaritmus 36 2-es alappal, és logaritmus 6 szintén 2-es alappal. Ma is már elég sok képletet átismételtünk, úgyhogy ezt a feladatot is nagyon sokféleképpen mai képletekkel, tegnapi képletekkel, tegnap előtti képletekkel is tudnánk megoldani, mind attól függ, hogy ki mely képletet szereti jobban, vagy ki mely képletben magabiztosabb. Hát nézzük, hogy mik a lehetőségek. Hát például az egyik lehetőség, hogy a 36-os fölírom, mint 6 a négyzeten. Akkor azt kapom, hogy logaritmus 6 a négyzeten 2-es alappal per logaritmus 6 2-es alap. Ez miért jó? Hát ez azért jó, mert ezt a kettest ki tudom emelni, és ha kiemelem a kettest, akkor két egyforma kifejezésünk alakul ki. Igaz?
És akkor az már egy nagyon hasznos dolog, mert tudok egyszerűsíteni. Kétszer logaritmus 6 kettes alappal per logaritmus 6 kettes alappal. Ugye? Gyönyörűen látszik, hogy a két egyforma kifejezést le tudom egyszerűsíteni. Kérem szépen, marad a kettes. Mi megoldás? De azért el szeretném mondani, hogy az a képlet, amit tegnap tanultunk, az pedig a 8-as, azzal is azért elég jó el lehetett volna boldogulni, hiszen azonos alapú logaritmusok hányadosára nagyon szépen alkalmazható ez a képlet. Úgyhogy rátok bízom, hogy esetleg gyakorlásképpen ugyanezt megoldani olyan módszerrel, természetesen bebizonyítani, hogy az én megoldásom egyezik a tietekkel. Hát akkor nézzünk egy olyan feladatot, ahol olyan is előfordulhat, hogy a logaritmusban van logaritmus, mint ahogy megtörténhet az is, hogy négyzetremelésnél többször emelünk négyzetre, vagy esetleg megtörténik az, hogy többször vonunk egy számból gyökört. Hát ugyanúgy a logaritmussal is előfordulhat, hogy a logaritmuson belül van még egy logaritmus, sőt azon belül is lehet egy logaritmus, úgyhogy ezt a négyes feladatot ezt így képzeljük el. Így hangzik, hármas alapú logaritmus, ennek a numeruszában van négyes alapú logaritmus, és azon belül egy kettes alapú logaritmus a 16 esetén. Ennek keressük az értékét. Tehát még egyszer nagyon fontos megérteni a feladatot, hogy ez a belső logaritmus, ez a középső, ez a legkülső, tehát ezen belül van kettő, és ezen belül van egy. Magyarul, konkrétan, először ezt számolom ki a legbelsőt, mint a zárójeleknél. Először mindig a legbelsőt számolom. Tehát akkor írnám a feladatot. Én azért mondjuk rá, lehet, hogy nem ártana, hogy hozzátennék ilyen zárójeleket, hogy látszódjon az, hogy valóban egyik logaritmus a másik logaritmuson belül van. Tehát kérem szépen, akkor ez a hármas alapú logaritmus, ezt még nem bántjuk. A négyes alapút nem bántom. Ellenben az utolsót, a legbelsőt pontosabban, azt bizony ki tudom számolni. Hát itt ugye mindenki tudja már, én gondolom mindenki mondja, miért nem mondom már, ez bizony nem más, mint 4, hiszen 2 a negyediken 16, ugye? És akkor már is kaptunk egy olyat, hogy logaritmus 4-4-es alappal, azt még mindenki tudja, hogy 1, ugye? A 4-es tulajdonság alapján. Tehát akkor a végére írom, hogy logaritmus egy 3-as alappal, tehát az alap az egy szám, a 3-as, a numerus az az 1-es, tehát akkor most jöhet a 3-as képlet. 3-as képlet alapján akkor az valójában nem más, mint 0, hiszen tudjuk, hogy 3 a nulladikon, az pedig nem más, mint 1. Na, kérem szépen, érkezhet az 5-ös feladat. Nézzük akkor egy rövid kis tábla törlés után. Egy kicsit hosszabb feladat, ahol tudjuk majd alkalmazni azokat a képleteket, amiket tegnap volt módunkban megtanulni. Így hangzik, ez lesz az 5-ös számú. Bizonyítsuk be, hogy 1 plusz logaritmus 7 3-as alappal szorozva logaritmus 5 7-es alappal szorozva logaritmus 4 5-ös alappal egyenlő logaritmus 12 3-as alappal. Ez hasonlít a tegnapira. Ilyen szorzatokat tegnap már csináltunk, igaz? Tehát itt azért már van ötletünk, hogy mit lehet itt cselekni. Megcsinálta a házit, az én gondolom, hogy nagyon tudja, és már mondja, hogy alakítsuk át mindegyiket 10-es alapú logaritmussá. Úgyhogy szerintem kezdjünk is hozzá.
Az egyessel még nem tudom, hogy mit fogok csinálni, az majd útközben kiderül, de az biztos, hogy tegnap tanultuk, hogy a logaritmus hetet hármas alappal fel tudom írni, mint logaritmus 7 per logaritmus 3. Ugyanezt a trükköt elvégezzük a másik kettőnél. És az utolsónál. Logaritmus 4 per logaritmus 5. Ugye? És az a kérdés, hogy hát ez valóban egyenlő lesz a logaritmus 12-vel 3-as alappal. Azt is tanultuk tegnap, hogy itt nagyon szépen lehet egyszerűsíteni, ha olyan a feladat, akkor valóban egy csomó tényezőt le tudunk egyszerűsíteni, akkor ezt is, ezt is. Hát azért egy-két dolog megmarad, éppen mindentől nem lehet megszabadulni, hát leírjuk az, ami megmarad. Tehát akkor egy plusz, ugye számlálóban maradt egy logaritmus 4-es, alul egy logaritmus 3-as, ugye 10-es alappal dolgozunk, és akkor az a kérdés, hogy ez valóban egyenlő-e 3-as alapú logaritmussal 12 esetén. Hát ez azért már kezd alakulni. Azt kellene most akkor ugye, hogy hogyan is tovább. Az biztos, hogy az egyes, az nem igazán jó, hogy úgy van felírva, mint egy egyes. Megnézzük a képlettárunkban, hogy hol szerepel nekünk egyes, tehát mi az, ami tudna nekünk segíteni, és ha most megnézzük a négyest, a négyesnél van egy olyan, hogy logaritmus a alappal az egy. Tehát, hogyha az a két szám megegyezik, az alap és a numerus, akkor az jó. De mi legyen az a? Hát mutatja, ugye, hogy valamilyen hármas irányba kellene gondolkodni, itt is, és itt is. Hát akkor az egyest azt könnyen megoldjuk, mert az egyesnél azt írom föl, hogy logaritmus 3-3-as alappal, és akkor az rendben van. Na de itt mit csinálok? Itt 10-es a logaritmus. Hát akkor megint csak visszatérünk a tegnapi 8-as képletünkre. Ugye nem felelnek meg az alapok, a 10-es az nem jó. Nekünk ugye 3-as alap kell, tehát akkor a B kerül ide, az A kerül ide. Tehát akkor szépen azt írjuk, hogy ez nem más, mint logaritmus 4 3-as alappal, és a többit átírom. Ez már azért elég jó néz ki, hiszen ha az alapok egyformák, akkor azért azzal lehet kezdeni valamit. Ugye megtanultuk azt, hogyan kell logaritmusokat összeadni. Kettőből csinálok egyet. Ha kettőből csinálok egyet, az azt jelenti, hogy a numeruszokat összeszorzom. Ugyebár jön 3x4, jobb oldalt átírom. És itt a vége. Nagyon szépen kialakult. Mind a két oldalon ugyanaz a számkifejezés található, tehát valóban sikeresen megoldottuk a feladatot. A végére szeretném számotokra ajánlani a házi feladatot, amit készítettem, úgyhogy akkor nézzük meg, hogy miből is áll, tehát ezt át is kellene írni. Mind a három bizonyításos jellegű, hiszen nagyon fontos az, hogy lássuk, hogy mit kell kapni, tehát hogy az első esetben egy a végeredmény, második esetben mínusz 8, a harmadik esetben pedig egy mínusz logaritmus 2 5-ös alappal. Úgyhogy szándékosan így fogalmaztam meg a feladatokat, hogy legyen megoldásotok is. Tehát be kell bizonyítani, a bal oldal valóban egyenlő a jobb oldallal. De akkor olvassuk föl, jó, hogy legyen idő átírni. Az első feladat ugye úgy hangzik, hogy logaritmus 5 3-as alappal, szor logaritmus 9 4-es alappal, szorozva logaritmus 2 5-ös alappal az egyenlő 1. Ez az első feladat. Második feladat. 5, és mindaz, ami itt van, ez a kitevőbe van. Tehát 5 a 3 mínusz logaritmus 25 5-ös alappal, plusz 3 az egész a 2 mínusz logaritmus 3 3-as alappal, mínusz 5-ször 2 a negyediken mínusz logaritmus 5 2-es
alappal, annak egyenlőnek kell lennie, mínusz 8-a. És az utolsó, az pedig így hangzik, logaritmus 15 5-ös alappal, mínusz logaritmus 3 5-ös alappal, plusz logaritmus 1 2 5-ös alappal, az egyenlő 1 mínusz logaritmus 2 5-ös alappal. Ha meglátjuk, azért látjuk szépen, hogy ötösök az alapok, akkor azzal azért lehet mit kezdeni. Sőt, itt is, ha megnézitek, az alapok egyformák, 5, 5, 3, 3, 2, 2, úgyhogy amennyire esetleg bonyolultnak tűnik, nem olyan nehéz a feladat, csak remélem, hogy ugye ma figyeltetek, és ha figyeltetek, akkor a házi feladattal sem lesz probléma. Én nagyon javaslom, hogy mindenki rendszeresen csinálja a házi feladatokat, mert ez a kulcsa a matematika gyakorlásának. További szép napot kívánok nektek!